Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Karácsonyi hangulat az üzletekben, már októberben megjelentek az ünnepi termékek a boltokban. A néma gyilkosra figyelmeztetnek, a magas vérnyomás volt az orvosi szakmai nap fő témája. Light Friday az utakon, láthatósági eszközöket osztottak a rendőrök a közlekedőknek. Kincsvadász a bíróság előtt, illegális módon próbált megválni a régészeti leletektől a Tolna megyei férfi. Az üzletek idén is jóval az ünnepek előtt feltöltötték polcaikat, ezzel sokakat arra ösztönözve, hogy akár már 2 hónappal előbb elkezdjék a karácsonyi bevásárlást. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, a boltok az év ezen időszakában termelik meg az éves jövedelmük jelentős részét. Még csak november eleje. Ennek ellenére vannak, akik már elkezdték a karácsonyi bevásárlást. Erre minden lehetősége meg is van az embereknek, hiszen a boltok polcain már októberben megjelentek az ünnepi termékek. Akadnak azonban olyanok is, akik nem igazán értenek egyet a jelenséggel. Túl korán kezdődik, abban biztos vagyok, mert október elején is volt már. Úgyhogy hát ennyi a véleményem róla, hogy túl korán kezdődik, és közben egyre nő mindennek az ára. Más pedig azt mondja, hogy a jelentős áremelkedések miatt az embernek jól meg kell gondolnia, hogy mire költi a pénzét. Éppen most néztük az unokámmal, kicsit korai. Nincs az embereknek annyi pénzük, hogy előre, 2 hónappal előtte vegyenek karácsonyit, mert el vagyunk foglalva minden nap a gondjaival. Most meg főleg. Lehet, hogy azért, mert a többi termék nem fogy annyira. Nagyon drága minden. Éppen most néztem, a tojás majdnem 1200 forint. Még utoljára 850-ért vettem. Hát most már nagyon meg kell gondolni, hogy mikor mit veszünk. A kereskedelemre viszont rendkívül jó hatással van ez az időszak. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondja, a 2022-es esztendőben egyébként is jóval nagyobb forgalma volt az üzleteknek, mint az előző években. Tekintettel arra, hogy plusz pénzek kerültek kiosztásra a lakosság körében, ez most fog lecsapódni forgalom területén a vállalkozóknál. Én arra számítok, hogy egy nagyon élénk, forgalmas és jövedelmező 2 hónap előtt áll a vállalkozói társadalom. Fischer Sándor elmondta, általánosságban a kereskedelemben a november-december havi forgalom az üzleteknek csak nem az éves nyereségét megtermeli, az előtte lévő 10 hónapban pedig a működésüket biztosítják a vállalkozók. Tűz ütött ki péntek reggel a Babits Mihály általános iskolában, Szekszárdon. Az intézmény tankonyhájában gyulladt ki egy mosógép, ezért a helyiség füsttel telítődött. A helyszínre a szekszárdi lánglovagok vonultak ki, akik a tüzet eloltották, valamint átszellőztették az épületet. Az iskolát egyébként a 400 diák fegyelmezetten és sértetlenül hagyta el. Nem sokkal később pedig már néhány osztályterembe vissza is térhettek a gyerekek. A szekszárdi Babits Mihály kulturális központba költözött ideiglenesen a helyi humánszolgáltató központ. A szolgáltatások az épület 2 termében érhetőek el, várhatóan 2023. április végéig. Az ügyfélfogadási rend nem változott, valamint továbbra is a korábbi telefonszámon érhetőek el a munkatársak. A költözésre azért került sor, mert a szolgáltató Vörösmarty utcai épületét felújítják. Jelentős igény volt a gyármentő programra. Szerdán 168 vállalat 200 milliárd forintnyi igényt jelentett be, 500 milliárd forintnyi energiahatékonysági és megújuló energiaberuházáshoz, közölte a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön közösségi oldalán. Szijjártó Péter a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy az ukrajnai háborúra az Európai Unió szankciókkal válaszolt, melyek azonban kudarcot vallottak, mivel nem az orosz, hanem az európai gazdaságot kényszerítették térdre.
Tekintettel azonban arra, hogy az igények elérték a 200 milliárd forintot, a regisztrációt le kellett állítanunk, így 214 vállalat regisztrációja félbe maradt. Azonban számunkra mindenki fontos, minden Magyarországon működő vállalat, minden magyarországi munkahely fontos, ezért úgy döntöttünk, hogy ennek a 214 vállalatnak, akinek a regisztrációja félbe szakadt, szintén megadjuk a lehetőséget arra, hogy befejezzék a regisztrációjukat, és egy második körös regisztrációban részt vegyenek. Közel 4 millió hipertóniás beteg él Magyarországon, és az 1920-as évek óta ez a leggyakoribb halálok a világon. A magas vérnyomás már egészen fiatal korban okozhat problémát, ezért nagyon fontosak a szűrések és az egészséges életmód. A némagyilkosként is emlegetett korról tartottak szakmai napot a Tolnai megyeszékhelyen. Az ország több pontjáról érkeztek orvosok a 4. szekszárdi hipertónia napokra pénteken. Hipertónia, vagyis magas vérnyomás, amit szakmai berkekben csak némagyilkosként emlegetnek. A kétnapos szakmai konferencián olyan fontos és új dolgokat tudhattak meg a résztvevő orvosok, amik elősegíthetik a korai diagnózist, vagy akár a betegség megelőzését. Ez pedig az esetek, sőt az áldozatok számának csökkenéséhez is vezethet. Ebben az országban 4 millió hipertóniás él, és a hipertónia globálisan világszerte több mint 10 millió halálesetért felel évente. Ez a 10 millió egyénnek a fele nem tudja, hogy ő hipertóniás. Na ezért kell megismerni, mert nem tudom, hogy én vagyok-e a következő. A magas vérnyomás még mindig az egyik vezető halálok. Az 1920-as évek óta a legtöbb emberrel a hipertónia és a szívérrendszeri szövődmények végeznek világszerte. Ezért is nagyon fontos, hogy mindenki tudja, milyen állapotban van az érrendszere. Mert beszélhetünk egyfajta ütőeres, artériás életkorról, és ezt nagyon jól meg lehet fogalmazni, mondjuk egy 50-es korú ember, nem biztos, hogy 50 éves az ő érrendszere, mert hogyha sokat ártott az életmódjával magának, a vérnyomásával együtt minden paramétere már rosszabb lehet, és lehet, hogy úgy néz ki az érrendszere, mint egy amúgy egészségesen megöreged 70 éves emberé, és a fordítottja is igaz lehet, tehát lehet valakinek 30-as korú az érrendszere rugalmas, tágulékony erekkel, mert vigyázott magára egész életében. Dr. Nemcsik János, a Magyar Hipertónia Társaság főtitkára elmondta, megelőzhető lenne a magas vérnyomás kialakulása. A prevenció az alap, ami igazándiból már gyerekkorban el kellene, hogy kezdődjön az egészséges életmódra nevelés. Optimális esetben ki sem alakul a hipertónia, hogyha a gyermekeket egészségesen oktatjuk. De aztán utána a szűrés, hát ez igazándiból több mindentől függ. A vérnyomásmérés az tehát ennek a vérnyomásmérésnek magának az ismétlése az legalább évente mindenképpen érdemes, hogy megtörténjen. Fontos tehát, hogy legalább évente egyszer mindenki részt vegyen egy egészségszűrésen, ha lehet, iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást, és a káros szenvedélyektől szabaduljon meg. Hamarosan elkészül Szekszárdon az a játszótér, melyet mozgáskorlátozott gyerekek is használhatnak. Az Alkotmány és a Veselényi utca találkozásánál lévő úgynevezett befogadó játszóteret akár kerekesszékkel is igénybe vehetik majd. A beruházás legnagyobb része egyébként nem kerül semmibe a Tolnai megyeszékhelynek, ugyanis a játékokat egy felajánlásnak köszönhetően kapta a megyei jogú város. A Magyar Falu programnak köszönhetően ma már több mint 1200 kis településen növekszik a népességszám, hangsúlyozta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos csütörtökön. Gyopáros Alpár elmondta, a települések vezetői élnek a program adta lehetőségekkel. A cél, hogy a falvakban demográfiai fordulat következzen be, és megtörjön az a trend, miszerint évtizedek óta leginkább a kis településeken csökken a népesség. Ahhoz, hogy ilyen demográfiai fordulat bekövetkezzen, meg kell találni a népességszám csökkenésének, illetve annak az okát, miért mennek el a fiatalok a falvakból, hangsúlyozta. Ezért ilyen összeszedett a Magyar Falu program, mondta, melynek része a falusi csok, a kisboltmentő program, a mellékúthálózatoknak és azoknak az önkormányzati közszolgáltatásoknak a fejlesztése, melyek részeként épületeket újítanak fel. A kormánybiztos kijelentette, iskolák, óvodák és orvosi rendelők nélkül nincs élet a falvakban. Élet akkor lesz, ha lesznek gyerekek, mondta. Ehhez kell az állam támogatása is, tette hozzá.
Kerékpárlámpát, láthatósági mellényt és jégkaparót osztottak a szabályosan közlekedőknek a rendőrök pénteken, Szekszárdon. A nem mindennapi akcióra az országos Light Friday nevű kezdeményezés részeként került sor. A decemberig tartó hasonló programok célja, hogy felhívják a figyelmet arra, nem elég csak látni, látszani is nagyon fontos. Jégkapadót és láthatósági mellényt kapott a rendőröktől az autós. Pénteken sokan jártak ugyanígy, azok, akiknél az igazoltatásnál minden rendben találtak az egyenruhások. Nem csak az autósok, a gyalogosok, kerékpárosok, sőt még a rolleresek is ajándékokkal távozhattak a rendőri ellenőrzésről. Jobban látható. Ez a férfi első és hátsó lámpát kapott a kétkerekű járművére. Köszönöm szépen. Nagyon hasznos, amit kaptam. Rendszeresen, havonta egyszer-kétszer használom. Igen. Pénteken az egész országban, itt Szekszárdon is láthatósági eszközökkel ajándékozták meg a rendőrök a szabályosan közlekedőket. Mai napon, november 4-én tartják az úgynevezett Light Friday nevű akciót, amelynek során kiemelt figyelmet fordítanak azokra a közlekedőkre, akik mindennapjaikban az úton autóval, kerékpárral vagy akár gyalogosan közlekednek. Kollégáim itt a hátunk mögött éppen egy autót ellenőriznek, amelynek során, hogyha mindent rendben találnak nála, akkor láthatósági eszközöket fognak ajándékozni neki. A látni és látszani kampányt minden évben megrendezi a rendőrség. A kezdeményezés pedig egyre népszerűbb. Az elmúlt években ugyanis az emberek elkezdtek figyelni arra, hogy útközben ne csak lássanak, de látszódjanak is. Októbertől egészen decemberig tart az országos látni és látszani kampány, amelyet az Országos Baleset Megelőzési Bizottság indított, és az egész ország területére kiterjed. Az idei év végéig tehát Tolna megyében bárhol előfordulhat, hogy a szabályosan közlekedők egy rendőrségi ellenőrzésről ajándékkal távozhatnak. 22. alkalommal szervezett fotószalont a Magyar Fotóművészek Világszövetsége. A pályázat díjazott és válogatott képeit ezúttal Bonyhádon, a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban tekinthették meg az érdeklődők. A Magyarországon élő alkotók mellett bemutatkoznak Romániában és Szlovákiában élő magyar fotósok is, valamint a zsűri Kirtné Máté Réka bonyhádi fotográfus képeiből is bemutatásra méltónak ítélt két alkotást, melyek szintén megtekinthetők a tárlaton. A Világszövetség, azaz anyaországi és a határon túlélő magyar, vagy magát magyarnak valló fotósoknak a szövetsége érdekképviselete. Célunk az, hogy azokat a fotósokat, egyrészt egy szakmai műhelyt, segítséget nyújtsunk a fotósainknak, másrészt pedig szeretnénk a magyar identitás őrzése, ápolása, hiszen azt hiszem, hogy az a mi feladatunk elsősorban, hogy ezt feldolgozzuk, megőrizzük a hagyományőrzést, a néprajzot, a népviseletet, az építészetet, stb. Amatőr kincsvadászt ítélt el a bíróság, földben talált régészeti leleteket árult egy társával az interneten, csak hogy azok az állam tulajdonát képezik. A férfi most több százezer forint bírságot kapott, míg az érmékből befolyt nyeresége ennek a töredéke volt csak. Jól hallhatóan sípolva jel ez a detektor, amikor fémtárgyat érzékel a földben. Egy ilyen eszközzel gyűjtött a két férfi régészeti leleteket, egyikőjük a Parhanti földjén. Rengeteg mindent találtak, köztük több őskori tárgyat, de római és magyar királyi érméket is bőséggel gyűjtöttek. Ezeket egy nemzetközi apró hirdetési portálon kezdték el árulni, csak hogy ezzel bűncselekményt követtek el. A földben talált minden régészeti lelet, vagy régi pénzérme, vagy történelmi maradvány az állam tulajdonát képezi, ezért ha valaki ilyet talál, akár a saját területén, vagy másnak a területén, azt köteles leadni a legközelebbi múzeumnak, ahol azt átnézik, és hogyha az értékes régészeti leletnek minősül, akkor az állam tulajdonába kerül. A két férfi ügyében most született bírósági ítélet, egyikőjüket pénzmosásért ítélték el, a másik vádlott pedig az állam meglopásáért felel majd.
A szekszárdi járásbíróság bűnösnek mondta ki a másodrendű vádlottat pénzmosás büntettében. A bíróság ezért a vádlottat 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, azonban ennek végrehajtását egy évi próbaidőre felfüggesztette. Ezen túlmenően a bíróság kötelezte még 775 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére is a vádlottat, és a lefoglalt pénzérméket, illetve bűnjeleket elkobozni rendelte. A férfi egyébként mindössze nagyjából 50 ezer forint bevételre tett szert az online eladott érmékből. A társa ügyében, aki az ügyész szerint lopást követett el, még nem született ítélet. Regionális híreink következnek. Koszorúzás, ökumenikus megemlékezés, a II. Világháború hősei előtt tisztelettek. Hamarosan beköszönt a zord időjárás, nagyobb odafigyelést igényel a közlekedés. Lakodalmas élmény az idei Krúdi napon, több vetélkedő és bemutató is várta a diákokat. A pécsi köztemetőben lévő II. Világháborús magyar-német katonatemető avatása 31 évvel ezelőtt 1991. júniusában történt. A pécsi Nikolaus Lénau Közművelődési Egyesület és a pécsi német önkormányzat azóta szervez koszorúzással egybekötött ökumenikus megemlékezést november 2-án a helyszínen. A parcellában a Baranya és Tolna megyéből exhumált magyar, német és horvát katonák, valamint 1956-os áldozatok nyugszanak. Baranya és Tolna megyéből exhumált 79 magyar, 205 német és 7 horvát katona, valamint 3 1956-os áldozat nyugszik a pécsi köztemető 31 éve felavatott parcellájában. Azóta minden évben november 2-án koszorúzással egybekötött ökumenikus megemlékezést szerveznek a magyar-német katonatemetőben nyugvó áldozatok lelki üdvéért. Idén az emlékbeszéd megtartására dr. Gerner Zsuzsanna a Német Szövetségi Köztársaság tiszteletbeli konzulját kérték fel. Bár az emberek nem nagyon tanulnak a történelemből, ezt a történelem mindig újra igazolja, ennek ellenére kell, hogy figyelmeztessenek minket ezek az emlékművek és ezek a sírok arra, hogy nem szabad egy ilyen világégésnek még egyszer bekövetkeznie. Azt szokták mondani, hogy a katona sírok a béke legjobb nagykövetei, és ez nyilvánvaló egy alapigazság. Az ökumenikus megemlékezést a pécsi Nikolaus Lénau Közművelődési Egyesület és a pécsi német önkormányzat közösen szervezi. A célja az, hogy a II. Világháborúban elhunyt áldozatokra emlékezzünk, olyan áldozatokra, akiknek nem jutott az a kegyelem, az a sors, hogy saját sírjuk legyen. Őket általában tömegsírokba, vagy egyáltalán jeltenes sírokba temették. Itt van egy néhány kihantolt katonatetem, akiket itt hantoltak el újra. Ez ezelőtt 25-30 évvel néhány civil összefogott és létrehozták ezt a részt a temetőben, és ők, az ő kezdeményezésükre szoktunk itt összegyűlni minden évben. Még egyszer hangsúlyoznám, főleg Wehrmacht német katonák vannak itt, magyarországi németek is, de 56-os áldozatok is találtak közöttük. Magyarország területén a II. Világháborúban mintegy 53 ezer német katona vesztette életét, vagy tűnt el nyomtalanul. Sokuk földi maradványa építkezések során kerül elő, de temetőkben is végeznek feltárásokat, hiszen a II. Világháborúban meghalt magyar és német katonák sírját semmi sem védte a rendszerváltozás előtt, legtöbbjük sírjele eltűnt. Az ünnepség üzenete minden évben azonos. Fontos megemlékeznünk a hősökről, akik sorsukkal utat mutathatnak a következő generációk számára. A megemlékezés koszorúzással zárult. Az őszi-téli időszakban nagyobb odafigyelést igényel a közlekedés. A ködös időjárás miatt az autósoknak is jobban kell figyelniük, ám a gyalogosok és kerékpárosok is nagy veszélynek vannak kitéve. Éppen ezért idén már 4. alkalommal rendezi meg a rendőrség közlekedésbiztonsági kampányát. A cél a közlekedők láthatóságának javítása. Látni és látszani. Ezzel a címmel zajlik már 2012 óta egy figyelemfelhívó kampány, amely a baleset megelőzésre fókuszál. Hamarosan téliesre fordul az időjárás, az óraátállítás miatt pedig már korábban sötétedik. Éppen ezért Light Friday elnevezéssel tart idén 4. alkalommal egy programot a rendőrség. Baranya megye is csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek köszönhetően a láthatóságot javító közlekedésbiztonsági eszközöket kaphatnak a közlekedők. Az őszi-téli időszakban, főleg
főleg a kerékpárosok és a gyalogosok vannak kitéve veszélynek az utakon. Gondolok itt a korai sötétedésre, a csapadék miatt átnedvesedő lehullott falevelekre, így főleg az ő részükre osztunk láthatósági felszereléseket, kerékpáros lámpákat, rengeteg láthatósági mellényt, illetve egyéb kerékpáros villogó felszereléseket. Ezt az akciót november 4-én pénteken rendezi meg a Baranyai rendőrség. 9 és 12 óra között a belvárosi bevásárlóközpontban várják az érdeklődőket. A balesetmegelőzési standunknál szeretnénk, hogyha a látogatók kitöltenének egy látni és látszani külön erre az alkalomra készített tesztlapot, amely természetesen a láthatósággal kapcsolatos, illetve világító és jelzőberendezések használatával kapcsolatos kérdéseket tartalmaz. Ezek után lehet választani egy közlekedésbiztonságot javító eszközt, amelynek az ára egy köszönöm. Jellemzően az őszi-téli időszakban fordul elő a ködös időjárás. A ködben történő közlekedés pedig nagyobb odafigyelést igényel. Az egyik legfontosabb, hogy ködös útszakaszokon csökkentsék a járművük sebességét, valamint tartsanak a szokásosnál nagyobb követési távolságot, és lehetőleg tartózkodjanak az előzéstől. A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes. 30. alkalommal szervezte meg idén népszerű Krúdi napját a siófoki szakképző. A diákokat és érdeklődőket ezúttal is számos program, szakmai bemutató, vetélkedő és térségi termék várta. Lakodalom van a mi utcánkban. Ezzel a mottóval rendezték meg a múlt héten a 30. siófoki Krúdi napot. Lakodalom van az iskolánkban. Központi téma, és ennek a tematika jegyében került minden egyes versenyünk feldolgozásra. Gondolok itt a turisztika versenyre, a vendéglátós versenyekre, illetve a KER logisztika versenyre, illetve a házi versenyekről se szeretnék elfeledkezni. A siófoki középiskolában a többi között szakmai versenyek, esküvői ruha bemutatók, gasztropiac, kávé és gyümölcslékóstoló is várta a diákokat. A mottónak megfelelően a szakácsverseny résztvevői is egy lakodalmas menüsorral készültek. Egyszerű tyúkusleves, amit fölturboztunk, majd a végén teszünk bele májgombócot, daragaluskát, cukorborsot. Utána előételnek készültünk egy rétesfánkba töltött főtt tyúkussal, azon lesz torma, meg céklás almamártás, ami szerintem nagyon szuper. Hát harmadiknak készültünk egy sima töltött káposztával, ami ugyanúgy szerintem tökéletes, és végül egy sertésszűz és kacsamell násza. Az ünnepi asztalról nem hiányozhatott az édesség sem. Nagyon sokan szeretik a mézeskrémest egy esküvői tányéron látni. Egy picit modernizáltuk magát a díszítést és a külalakot, úgyhogy ez lesz a mi különlegességünk. A diákok felkészítői szerint a jó szerepléshez a tanulók szorgalmán kívül sok gyakorlatra van szükség. Eléggé érdeklődik a szakma iránt. Szerencsére jó helyen is vannak gyakorlaton, és azért ők már 11-esek, tehát ők pont abban a korban vannak, hogy megértek a versenyzésre. Az elkészült ételeket végül a térségi vendéglátóhelyek képviselőit is felvonultató szakértő zsűri véleményezte. Végül mutatjuk legfontosabb Tolnamegyei híreinket még egyszer röviden. Karácsonyi hangulat az üzletekben, már októberben megjelentek az ünnepi termékek a boltokban. A néma gyilkosra figyelmeztetnek, a magas vérnyomás volt az orvosi szakmai nap fő témája. Light Friday az utakon, láthatósági eszközöket osztottak a rendőrök a közlekedőknek. Kincsvadász a bíróság előtt, illegális módon próbált megválni a régészeti leletektől a Tolnamegyei férfi. Szombaton országszerte borongós idő lesz elszórtan kialakuló ismétlődő esővel. Az esti órákban még sok felé kell számítani esőre, majd éjszaka többnyire megszűnik a csapadék. Vasárnap fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet. Számottevő csapadék ezen a napon már nem valószínű. Napközben mérséklődik a légmozgás. Hétfőn reggel a még erősebben felhős időben elszórtan lehet átmeneti szemerkélés, majd délelőtt nyugat felől csökkenő felhőzet melletti váltakozó napsütés alakul ki.
Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!